A gyulai Kossuth Zsuzsanna emlékműnél helyezték el koszorúikat az emlékezők szerda délelőtt. Idén 10. alkalommal rendezték meg a Békés Vármegyei Központi Kórházban a Magyar Ápolók Napját. Az eseményen Mészáros Magdolna ápolási igazgató emlékeztetett, az elmúlt közel egy évtizedben a kormányzat javított az ápolók munkakörülményein, felzárkóztatta a béreket, ez utóbbi folyamat március 1-én ér újabb állomáshoz. Elmondása szerint mindezek mellett leginkább a társadalmi elismerés lehet az, amire igazán vágynak e hivatás képviselői. 95-ben beszéltem egy amerikai ápolóval, és kérdeztem, hogy mennyire elismerik az ő munkáját. És azt mondta, hogy neki nagyon jó érzés, hogyha bemutatkozik valakinek, és azt mondja, hogy ő egy regisztrált nurse, erre a akivel kezet fog, azt mondja, hogy ó, ez igen. Hát valahogy ezt szeretném, hogy a társadalom részéről is ez az ó, ez igen, ő nővér, tehát akire felnéznek és tisztelik, valahogy ezt szeretném, ha ez bekövetkezne a következő években. A program az Árvai teremben folytatódott, ahol Becsei László főigazgató főorvos azt mondta, Kossuth Zsuzsanna munkássága megerősítette, az ápolói hivatás minden körülmények között nemes hivatás. Somodi Ildikó, az Országos Kórházi Főigazgatóság képviseletében az ápolói munka jelentőségéről beszélt. Az eseményen elismeréseket is átadtak, az év szakdolgozója kitüntetést vehette át Kristóf Lászlóné Faragó Zsuzsanna, gyógyszerkiadó szakasszisztens, gyógyszertári asszisztens. Én nagyon szeretem itt dolgozni, vagy szeretek itt dolgozni a kórházban, igaz, készülök nyugdíjba menni, de én nekem csak pozitív tapasztalatom, mert megszerettem, mert én a kátólaborban dolgozok, amit én azelőtt nem csináltam, mert én gyógyszertári asszisztens vagyok, de megszerettem nagyon ezt a szakmát. Szintén az év szakdolgozója elismerésben részesült Blága László ápoló. 20 éve dolgozok a gyulai kórházban, ugye elsősorban ugye ezt a kollektívának, ugye a kollégáimnak köszönhetem, ugye ez egy tímmunka, a főnökeimnek, ugye, hogy elismerték a munkámat, de én úgy gondolom, hogy igazándiból nem csak az én érdemem, ahogy mondtam, ez az egész osztály érdeme, nyilván kiemeltek ebből a közösségből, amiért nagyon hálás vagyok, és köszönöm mindenkinek az elismerést. Tiszteletbeli ápoló címet vehetett át Hegedűs Istvánné Balogh Zsuzsanna beteglátogató. Nagy meglepetés számomra, és nagyon örülök is neki, és egy szolgálatnak tekintem az elmúlt 11 évet is, és még egy kevés időt tudok tölteni, és a betegeknek, dolgozóknak a javára szeretnék tenni. Szintén tiszteletbeli ápolóvá avatták Tálas Csabát, a Békés Csabai Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium igazgatóját. Nagyon megtisztelő számomra, de ami nagyon fontos nem csak számomra, hanem az egész közösség számára, hiszen egy igazgatói, menedzseri munka láthatatlan marad, hogyha nincs egy olyan csapat mögötte, mellette, akikkel karöltve olyan eredményeket tud felmutatni, ami díjazásra, elismerésre érdemes. A program a szakdolgozók tudományos ülésével zárult.